Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbival, aki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. A mai adásunkban Christopher Nolan 2023-as Oppenheimer című filméről fogunk beszélni. A film J. Robert Oppenheimer életét és munkásságát mutatja be, aki a Manhattan terv vezetője volt, a filmben betekintést kapunk Oppenheimer korai éveiről, a bomba elkészítése körüli fizikai és politikai problémákról, illetve a háború utáni meghurcoltatásáról. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 96. része, a mikrofonnál Barkóczi Norbert. Köszöntöm a mai beszélgetőtársaimat, elsőként Pécsi Gézát. Szia Géza! Hello! És persze itt van velünk Vince Miklós is. Szia Miki! Sziasztok! Tudjátok, jól mielőtt belekezdenénk, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, aki pedig premier előtti tartalmakért, illetve a Parallaxis Podcast hosszabb, exkluzívabb változatáért szeretne előfizetni, akkor annak ajánlom, hogy gyertek a patreon.com/parallaxis oldalra. További szolgálati közleményünk, hogy október 30-án Parallaxis élőben lesz ismét, széles közösség számára, tehát mindenki számára lehető live stream lesz, és a témánk pedig a legtudománytalanabb filmes bakik lesznek. Az nem csak a támogatóink számára, hanem bárki számára elérhető lesz, és visszanézhető is marad a YouTube felületén, úgyhogy nem kell csüggedni, aki esetleg élőben nem tud minket nézni, az bármikor vissza fogja tudni majd nézni ezt az epizódot. Géza és Miki, nektek is mondom, nem tudom, tudtátok-e, de decembertől kezdve péntekenként is új podcastek fognak megjelenni itt a Parallaxis univerzumán belül, ami azt jelenti, hogy eddig ugye hétfőn és csütörtökön volt nekünk szokásosan adásnapunk, hát most már péntekenként is lesznek, vissza fog térni a szubzsáner, hát a tragikusan fiatalon elhunyt barátunk és kollégánk Ivanics Réger Klaudia akaratának megfelelően és szellemiségében Magyarósi István közreműködéssel fog visszatérni. Ezen kívül a Parallaxis retroverzum keretein belül nem csak a Kalambó podcastünk, a Csak még egy kérdés címen futó Kalambó podcast, hanem Szomszédok kibeszélő is lesz szintén, és ami további jó hír, hogy nem csak új műsorok, hanem új műsorvezetők is csatlakoznak Parallaxis csapatához, többek között Farkas Katalin Mila, Magyarósi István, és hát a régi motorosok közül Gizur Gergely és Horváth Adam Tamás fogják ezeket a podcasteket főleg vinni. Most azt kell mondjam, hogy még több anyag pénteken is Parallaxis. És ez milyen jó, mert hogyha az ember szeretne valamit hallgatni valahol, mondjuk vezetés közben, vagy edzés közben, szobafestés közben, vagy edzés közben, csak rákattint bármelyik ilyen podcast platformra, és már indíthatja is a Parallaxis fantasztikus adásait. Mindenkinek ajánlom egyébként. Én saját magunkat is visszahallgatom mindig, mert nagyon szórakoztató. Az nem tudom, hogy mennyire kulisszák mögötti info, de én azokat az adásokat nem szoktam visszahallgatni, amiben én is szereplek. Nem hiúsági, vagy nem ilyen kérdésről. Egyszerűen arra van szó, hogy tényleg a saját hangomat én nagyon-nagyon nem szeretem visszahallgatni. Úgyhogy sajnos azokat nem szoktam, de azokat igen, amelyikben nem vagyok benne. Úgyhogy... Ez érdekes, amúgy nekem emlékszem, hogy amikor elsőben nekem volt média órám, az volt egyszer a házi feladat, hogy föl kellett venni magunkat kazettára, magnó kazettára, és utána vissza kellett hallgatni magunkat, és hogy ezt sokszor kellett megcsinálni, hogy szokjuk a hangunkat. És egyébként tényleg az érdekes volt, hogy máshogy hallatszódsz kívülről, és ez így fura lehet, de hogyha már erről van szó, én azért szoktam visszahallgatni, mert amúgy elég jó poénok szoktak lenni, és van, hogy ilyenkor még egyszer nevetek rajta. Tehát. Nem? A teljes mértékben ugye szokták ezt mondani mondjuk filmek esetén, hogy háromszor születik meg egy film, ugye egyszer a forgatókönyv oldalain, második alkalommal a forgatás során, és a harmadik alkalommal a vágóasztalon. Na hát itt mondjuk a Parallaxisnál elmondható, hogy a vágóasztalon mindenféleképpen ott az ügyes kezek, azok ki tudják csorbítani az élő adás okozta hibákat esetlegesen. Vagy kiköszörülni, vagy azt valami. Is.
Ja. Igen. Hát, hát az néha kell, ugye a vágás az ápol és eltakar, meg minden. Hát ez jó, jó pofa. Meg hát van, amikor egyszerűen elkezdünk baromságokról beszélni, és hosszúra nyúlik, és hát akkor... Ugye érdekes lenne egy olyan változat is, ami... Tehát egy olyan fajta verzió, ami teljesen vágatlan. Tehát olyan... Na, olyanra lesz lehetőség egyébként az élőzéskor, mert az élőzésnél ugye nyilván ez van, hogy akkor, amikor az emberek élőben látják, akkor ugye minden ott marad. Szokolébresztőnél is mindig ez van, hogy ma is például szerencsétlenkedtünk egy sort azzal, hogy bekapcsoljunk egy telefont. Avatott kezek kiszerkeztik belőle. Igen. Na, amúgy még az jutott eszembe, most mondtad, hogy J. Robert Oppenheimer, ugye J. az mit jelent? Én ezen gondolkoztam most. Julius a neve az embernek. Julius. Jó. Julius akkor Robert. Jó. Igen. De érdekes, hogy a filmben, amiről majd beszélni fogunk, ugye megkérdezik, hogy mi az. És azt mondja, hogy semmi. Na jó, srácok, szerintem akkor csapjunk is bele már igazából. Nincs más hátra, mint előre is, és Oppenheimer. Úgyhogy én egy ilyen bevezető kérdéssel, gondolattal gondoltam, hogy indítsuk ezt az egészet. Úgyhogy maga a film, ugye Oppenheimer nyilván címszereplő, a filmben is úgy mutatják be, hogy mint egy elismert tudós, és ugye felkérik itt nekünk erre a bizonyos Manhattan tervnek a vezetésére, és hát később a nukleáris fegyverek létrehozásának erkölcsi dilemmáival is küzd. Első körben ugye azt szeretném kérdezni, hogy tetszett a film. Nyilván mind a kettőtökhez így közel áll, ahogy így a podcastra való felkészülés során gondolkoztam ezzel, ugye nyilván mondjuk Miki nálad úgyon kézenfekvőbb, fizikusi végzettségedből adódóan jóformán kollégák vagytok, de Géza részéről is azért én látok azért sok kapcsolódási pontot, olyan szempontból, hogy ugye magának a Manhattan projektnek a levezénylése, ott azért az ott keményen ilyen műszaki mérnöki kihívások tömkelegét jelentette, úgyhogy első benyomásaitok a filmről. Fantasztikus volt a film, én valóban biztos a fizikusság miatt én nagyon sokat foglalkoztam az atombomba készítésének a történetével, meg ebben a magyar szereplőkkel, és persze nagyon sok filmadaptáció született már a témáról. Sőt, konkrétan Oppenheimer életéről is volt a 80-as években szerintem néhány részes BBC adaptáció is például, és többször is előkerült, természetesen érintőlegesen is. Olyan értelemben ez egyáltalán nem volt egy új téma, hogy ne született volna róla a filmfeldolgozás, de hogy konkrétan úgy, hogy ő került a középpontba, és igen, tehát hogy konkrétan valójában az egész arra a sztorira van fölfűzve, hogy őt aztán a McCarthy érában annak idején hogyan hurcolták meg, ugye, amikor ugye minden bokorban szovjet kémet sejtettek, és aztán hogy lehetetlenítették el, és hogy ebbe a tudós kollégáknak, meg ennek a bizonyos Strauss nevű enyhén narcisztikus fickónak mi volt a szerepe. Ugye ez a fajta szemlélet, ez a fajta tudománytörténetileg is nagyon érdekes elemzés, ez szerintem egészen rendkívüli módon jól volt bemutatva. Nagyon, nagyon, persze tudtam, hogy Christopher Nolan-től azért nem lehet olyasmire számítani, ami nem lesz érdekes, tehát az nem biztos, hogy jó lesz, de hogy érdekes lesz, az biztos. És nekem így is lett. Azt hiszem, hogy ezt a filmet azonban mégis elsősorban azok élvezik, akik már eleve ismerik a sztorikat, meg akár a mellékszereplőket is, és azoknak tök só jópofa dolgot meg utalást ad, amire majd nyilván ki fogunk térni, de azt én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mondjuk életében nem hallott volna ezekről az emberekről, meg az Atombomba Projectről, meg akár Oppenheimer életéről. Ugye én a könyvet is olvastam, ami alapján készült a film, az American Prometheus-t, Hogy ugye úgy máshogy ül neki az ember. Engem az érdekelne nagyon, hogyha valaki úgy kb. Teljesen outsider, annak mi jön le ebből a filmből, mert én azt hiszem, hogy egy ilyen 3 órás, igazán durván történelmi adaptáció, ami tényleg nagyon sűrű ilyen értelemben, és bonyolult, és nem egyszerű a szerkesztése a cselekménynek, meg a különböző síkok, amiken mozog. Szóval azt hiszem, hogy azért azokat nem irigylem, akik úgy mentek be erre a filmre, hogy nem volt meg az a háttér, ami szerintem ennek a filmnek az élvezetéhez, hát biztos, hogy kell, de lehet, hogy kell. Na, nem tudom, hát valószínűleg a Géza sem egy kő alatt élt atombombailag, tehát valószínűleg te sem vagy a megfelelő ember erre, de kérdeznélek. Na, de én ezt nagyon jó, hogy elmondtad, mert azért én ilyen szintű háttértörténeteket nem olvastam hozzá, meg nem olvastam el a könyvet, ami alapján a történet, tehát a film készült.
és ezért én közelebb állok ahhoz az emberhez, aki bemegy egy filmre, és jót akar szórakozni, és nagyon sok emberrel beszéltem, akik megnézték a filmet, és nem tudnak mondjuk az atombombáról annyit. Nagyon sok embert lehozott az életről a film, ezt mondták, hogy hát ez nagyon szomorú, meg hát ez az egész téma, ez nagyon izé. Szerintem nagyon-nagyon vontatott ez a film. Tehát én megmondom őszintén, nekem tetszik a téma, meg az egész iszonyat érdekes, de szerintem a lényegi rész, tehát ami mondjuk egy mérnöknek érdekes, azt letudták nagyon-nagyon kis idő alatt, és a legnagyobb része a filmnek arról szólt, hogy most kivel kavart, ki kinek mondott el mit, mivel vallatják az embert, milyen belső vívódásokat élt át, kivel beszélget, kivel nem beszélget, a végén jön rá, hogy egyébként egy olyan dolgot alkotott, amivel majd fegyvert fognak csinálni, ez megint csak egy olyan dolog, ami szerintem elég furcsa, hogy utólag jön rá erre valaki, mindegy, bár ezt sem tudom, mert nem olvastam utána, hogy hogy volt. Másik rész, hogy szerintem kihagyták ugye a magyar tudósokat belőle, így nagy részt, akik azért mellette voltak, Oppenheimer mellett, vagyis hát most nem is az, hogy ki hagyták, de azért ott többen voltak, és ez a film azt állítja be, hogy ő ott egyedül, tehát mint egy one man job, ő mindent megcsinált, ő megalapította Los Alamost, ő ezt meg azt csinált, és akkor utána őt még meghurcolják, és akkor majd a végén azért kitüntetik. Tehát ezt a 3 órás cselekményt én simán elviseltem volna másfél órába, úgyhogy mondjuk az igazán érdekes része, ami nekem érdekes volt, az volt, amikor ugye a Trinity projektet bemutatták, hogy megépítették ugye azt az emelvényt, és akkor oda kivitték a bombát, és amikor felrobban. És engem ez érdekel, meg mondjuk ezt, hogy hogy oldottak meg ezt, azt, amazt. Engem annyira ez nem nagyon érdekelt. Hogy te inkább nézted volna meg, ahogyan igen. Készült az Atombomba című filmet. Hogyan készült, és akkor mellette legyen valami kicsit hollywoodi sztori. De mint ahogy utólag utána olvastam, tehát hogy ez is, hogy ugye Einstein többször benne van, állítólag ugye Einstein nem is nagyon beszélgette ezt ő át, vannak pontatlanságok benne. Abban a szempontból én egyetértek, hogy hosszú a film, tehát 3 óra, és a tempója pedig annyira, ahogy Miki is mondta, sűrű, hogy megköveteli a nézőtől azt, hogy végigfigyeljen, és azért egy 3 órás művel ez nem igen, egyszerű. Igen, elvesztettem a fonalat én is többször egyébként. Hát a Nolannél azért általában figyelni kell, tehát én a Tenetet máig nem értem, pedig többször is. Szerencsére a Tenethez képest ez minden szempontból jobb film szerintem. Most ott van az Interstellar, tehát az is így olyan, hogy azért ott azért magával visz a cselekményt, mint azért itt, hogy most oké, hogy több idősík van, de egy idő után már úgy voltam vele, hogy na mindegy. Igen. Itt most több dolgot is említettetek, még az elejénél maradva egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni, mert amúgy szerintem ez nagyon érdekes, és nem biztos, hogy egyértelmű, vagy elsőre egyértelmű, hogy szerintetek miről szól a film? Az atombombáról, vagy Oppenheimerről? Oppenheimerről. De persze, ez egyértelmű szerintem is. A film címe sem véletlenül az, ami. Igen, csak de érted, nekem az a problémám, tehát amikor megnéztem a trélert, ott mi volt benne, az egész az atombombára volt föl göngyölítve, meg hogy így kivisznek mindent, és én így ültem be a filmre, hogy én egy rohadt jó filmet fogok nézni az atombombáról, mennyire vártam. És kijöttem 3 órával később, és úgy voltam vele, hogy hát waste of money. Hát ezért ez erős kritika. Erős kritika, bocsánat, de... Ettől féltem, hogyha valakit nem érdekel az Oppenheimer történet, ami szerintem hallatlanul izgalmas emberi sztori. Így van. Ennél már csak az lenne izgalmasabb, hogyha Nolan csinálna egy filmet arról, hogy a Heisenberg mit művelt mindeközben Németországban, és hogy az ő szerepe micsoda, ami mindmáig egy részint tisztázatlan állásvita téma, hogy ő mennyire és hogyan, és mit, hogyan állt ő a náci atombombához, meg hogyan nem. Ugye erről is rengeteget lehetne beszélgetni, ugye még darabot is írtak belőle, tehát azt a témát azért nagyon megnézném a Christopher Nolan feldolgozásában, de valóban ezek elsősorban emberi dráma, ami ennek a közepében áll, és hát igen, ennek megfelelően, hogyha valaki tényleg azzal a várakozással ült be, mint Géza, az bizony csalódott, és az az igazság, hogy a trailer is, meg a beharangozás is, hogy ezt IMAX-ba kell nézni, az abszolút ezt úgymond ezt készítette elő, hogy itt majd valami óriási nagy látványvilág lesz. Ugye a múltkori 95. Parallaxis podcastban megemlítettük, hogy a Gravity esetében nagyon indokolt volt, hogy tényleg hozzátett a filmhez az IMAX 3D technika. Itt ehhez képest szerintem igazából az, hogy IMAX-ban készült, nem IMAX 3D-ben, azt hiszem 3D-s ebből nincs, de mindig azt mondták, hogy IMAX-ba kell nézni, mert hogy ott lesz. Hát egyébként tök jó,
hogy tényleg építettek, hogy csináltak nagy igazi robbantásokat, ha nem atomrobbantásokat, ugye, de valódi nagy robbanást készítettek a filmhez. Hát ezt leszámítva azért, hát mondjuk a 3 órás filmből mondjuk minimum 2 óra 55 percben körülbelül embereket látunk asztalok körül ülni és beszélgetni. Tehát ilyen értelemben teljesen érthető, hogy a marketing alapján tök mást várt az ember, és azért a Géza jobbgal érezhette úgy, hogy kidobta a pénzét. Én a videótékából kölcsönöztem ki, és úgy néztem meg ötször a filmet, egyáltalán, és egyáltalán nem hiányzott az az élmény, hogy hú, de kár, hogy ezt én most nem egy óriási vásznon látom. Mert tényleg egyszerűen. Akkor pont jól kitudlak egészen, Miki, mert én csak 2-szer láttam, mind a 2-szer moziban, és az egyik alkalom az IMAX moziban volt, és nekem ez különösen nagy szó vidéki emberként, hogy felutaztam a nagy Budapestre, hogy megnézzem. Debrecenben nincs IMAX. Magyarországon egyetlen egy. Ezen változtott munkát. Inkább egy fél IMAX van Magyarországon, úgyhogy. De minden esetre én ott láttam, és igen, egyetértek Mikivel olyan szempontból, hogy igen, öncélú, öncélú, tehát, hogy oké, hogy Nolan, és az operatőrét, hogy te van, is szeretem, imádom, de az, hogy igen, emberek szobákban egymással beszélgetnek, erre IMAX kamerával felvenni, oké. Nagyon jól nézett ki. De srácok, erről beszélek, és amúgy a fele meg fekete-fehér. Teljesen igazad van, Géza, neked, hogy 1%-a a filmnek, ami úgymond akció, látvány, úgyhogy én is öncélúnak érzem ezt. És a másik meg, hogy most nem is azt, tehát most ugye Miki azt mondja, ez a how it's made, tehát oké, egy dolog, hogy mechanikai, hogy van megoldva, meg minden, de hogyha legalább láttunk volna legalább egy kis számítást, vagy vívódást azon, tehát ezt a filmet a Alan Turingos filmmel, az Enigmás filmmel tudnám összehasonlítani, mert ott volt ilyen hasonló érzésem, de ott például azt tetszett, hogy ott azért kicsit lehetett így látni, amikor gondolkoznak valamin, amikor... Igen, de viszont ott hülyeséget csináltak. Tehát igazából, hogy az a munkafolyamat nem úgy történt, itt meg legalább egy valós problémán vekengenek, hogy ugye a robbanás az mennyibe tudna olyan láncreakciót beindítani, amely az egész légkört elfújja. Ugye ez egy teljesen valós probléma volt. Tényleg Teller vetette föl, ahogy a filmben is látjuk, hogy Teller Edét. Igen, igen. Aki a fő antagonistaként jelenik meg a filmben, a Teller Edet. Tehát az oké, hogy magyarok közül csak a Szilárd Leót meg a Teller Edét látjuk, de azért a Teller Edének az egy elég fontos szerepe van. Hát még Wigner Jenő hol volt? Ezt vegyük észre. Tehát... Hát ugye Wigner Jenő Chicagóban volt mindeközben, tehát őt ott lehetett volna látnunk, amikor elmennek megnézni a mágiát, ugye, ahol csinálták a dúsítást, illetve nem is a dúsítást, bocsánat, hanem a plutónium előállítását, de hát erre majd később visszatérünk. Pontosan ezt akartam, hogy a magyarok hozzájárulását és szerepét, vagy nem szerepét a filmen, ezt erre egy külön blokkot erre szenteltem, de még egy helyes pillanatot maradjunk Oppenheimernek a személyénél, ugye a film ilyen szempontból szerintem amúgy pont jól bemutatja a vívódást, a küzdelmét, és ezt a kettős megítélés, ugye, hogy egyrészt ugye van Oppenheimer, az elméleti fizikus, korai évéből is látunk részleteket. Ugye ott van a politikai, kommunista érdeklődés vonala, ugye ott van a Jean Tetlock nővel való kapcsolata, és nyilván rajta keresztül a kommunista párthoz való kötődés. És ugye ott van maga a projektnek a vezetése, ott ugye meg a vezetői képességei kerülnek előtérbe, úgymond egy projektmenedzserként kell, hogy levezényelje az egészet, és szerintem ezeknek a különböző pozícióknak, és akkor még családapa is érintőlegesen, mert szerintem a női szálak Nolan esetében mindig ezek a leggyengébbek, és talán most is ez lett a leggyengébb, de zárója bezár, úgyhogy ennek a többféle aspektusát szerintem a film jól bemutatja, és a vívódását a főszereplője Cillian Murphy, akit szeretünk, a napfényben is beszéltük. Szeretünk. Szerintem ezt jól át tudta adni. Igen, én szerintem is. Át tudta adni, én nem azt mondom, nekem a Cillian Murphy-vel egy olyan probléma volt, hogy ő ilyen rossz karakter kinézetű emberket, tehát mindig ilyen főgonoszt alakít. És egy kicsit félelmetes volt így a végéig, tehát így nem tudod eldönteni. De ez tök jó, szerintem, hogy nem tudod eldönteni, hogy ez az Oppenheimer, ez neked egy szimpatikus figura. Igen, szimpatikusa vagy nem. És néha szimpatikus, néha meg nem. Ez valószínűleg a célja lehetett, tehát nyilván tudatosan választották ezt a karaktert. Igen, igen, igen.
nem tudjuk meg tényleg, hogy ő most tényleg egy főgonosz az emberiség történetében, vagy tényleg egyfajta ilyen Prométeusz. Igen, de ugye ugyanakkor meg ez a, nekem az egy kicsit ilyen naívnak tűnt, meg furának tűnt, ugye, hogy megcsinálják a Trinity projektet, fölrobban minden oké, és akkor utána ugye összecsomagol mindent, a katonaság ezt viszi el, és akkor ő ott áll, hogy na most mi lesz, és akkor most ebből robbantani fognak, és akkor ő meglepődik, hogy ledobták az atombombát. De nem erről szólt, szerintem. Tehát ez egy félreértés a jelenetnek. Tehát ő természetesen tudta, hogy mit fejlesztenek. Hanem azt hitte, hogy a későbbi döntéshozózási folyamatokba is jobban be fogják vonni. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy itt arról van szó, ugye ez a jelenet arra utal, hogy az amerikai hadsereg és az amerikai kormány az megmondta, hogy a fizikusoknak az a dolga, hogy ezt kifejlesszék, és utána adják át a hadseregre, és ez már nem a fizikus dolga, hanem ez egy katonai dolog, hogy ezt konkrétan mikor vessék be, hogyan. Ők pedig valahogy úgy gondolták, akik részt vettek a fejlesztésében, hogy azzal, hogy ők részt vettek a fejlesztésében, hogy nélkülük nem lett volna meg ez az eszköz, azzal egyúttal kb. Jogot formálhatnak arra is, hogy beleszóljanak olyan katonai és politikai döntésekbe, hogy ezt mikor, hogyan, ki ellen vetik be. És ugye látjuk is, hogy hát ők tessék-lássék kategóriában ott voltak például azon a megbeszélésen, ahol eldöntötték, hogy melyik japán városra dobják le, és melyikre nem. És akkor például azért menekült meg például Kyoto, amint hallhattuk, mert az egyik magasrangú amerikai tábornok, aki korábban ott volt Nászúton, meg esetleg még talán volt korábban ott nagykövet is, az Japánban, és akkor emiatt aztán ő lehúzotta. Ez egy megtörtént eset, tehát ez tényleg így történt. Szóval, hogy ezeken a nagy horderejű megbeszéléseken egyszerűen, hát az elején még ott voltak a fizikusok, aztán a végén már ott se voltak. És aztán ugye később éppen azért jött létre az Atomenergia Komisszió, vagy a bizottság, Atomenergia Bizottság, amiről aztán ugye szól maga a film kerettörténete, hogy az abban való tagságát felfüggesztik az Oppenheimernek, mert biztonsági veszélyt látnak benne. Ugye az sem igazából később, abban aztán bekerültek a fizikusok, meg a ilyen egyéb kutatók, akik ehhez hozzájárultak, de az sem egy operatív testület volt olyan értelemben, hogy tanácsadó bizottság volt, de például, hogy a atombomba fegyvereket hogyan vessék be, vagy ne vessék be, az egyáltalán nem az ő dolguk volt. És igazából ő ott szerintem attól fagyott le, hogy azt mondta, hogy kb. Az a jelent, hogy köszönjük, kifejlesztettétek, most már innentől átvesszük, visszük magunkkal. Tehát inkább itt szerintem ezt akarta bemutatni ez a jelenet. Nem azt, hogy most ő ott döbbent rá, hogy egyet okay, fegyver. Én értem, hogy mire gondolsz, meg nem is úgy, akkor nem jól mondtam el. Tehát ő azt hitte, hogy majd nagyobb befolyása lesz, oké, okay, aláírom. Igen. Viszont csak felhoznék mindenkinek egy dolgot. Amikor én elkezdtem az egyetemet, és a legeslegelső órám az egyetemen, az egy gépészmérnöki alapismeretek gyakorlaka volt, és ez az ottani tanár, akit most nem fog megnevezni, ő ezt a dolgot mondta nekünk, hogy magukból mérnök lesz, fognak tervezni dolgokat. Ez magukon áll, hogy ezt a dolgot tudják, hogy mire fogják majd használni, és maguknak kell felbecsülni, hogy mire használják, és ez az ön döntésük, hogy ebben részt vesznek, vagy nem vesznek részt. És szerintem ez így összefoglalja az egészet. Tehát, hogyha akármit csinálnál, akkor annak lehetséges lenne, hogy az rosszra is használódjon, dönthetsz úgy, hogy akkor nem veszel részt benne, és oké, hogy most ez megint csak ugye morális kérdés, mert hogyha ő nem, akkor majd más valaki megcsinálja, mint amit ugyanezt látunk ugye most a mesterséges intelligenciában is, hogyha valaki nem fejleszti, akkor, vagy hogyha Amerika nem fejleszti, akkor majd a kínaiak fogják, tehát ugyanez volt ugye az atombombánál is. Azt mutatja be a film, hogy nagyon sokat vívódik ezen Oppenheimer, de végül is ő ezt tudhatta. Hát ugye Oppenheimer meg a többiek azért mondtak igent erre a projektre, és akkor itt akár a filmben szereplő fizikusok túlnyomó többségének a zsidó származását is be lehet hozni, mert hogy eredetileg természetesen azért indították ezt a projektet, mert hogy félő volt, hogy a nácik csinálnak egy atombombát, és inkább az amerikaiaknak legyen előbb meg eleve, hogy a nácik ellen vessék be. Na most ehhez képest ugye 45 júliusára, amikor elkészült, akkor igazából már az európai harcoknak vége volt. Harcoknak igen. Már vége volt. És akkor ugye ez egy új helyzetet teremtett, mert azért más, ahogy a mesterséges intelligenciát nagyon hatásosan mondtad példának, hogy most is az van, hogyha mi nem fejlesztjük ki, akkor kifejleszti más. Na most ez a más, ez teljesen egyértelműen, ugye a Németországban maradt
fizikusokat jelentette, akik azért tényleg ott olyan koponyákat találunk, mint Werner Heisenberg, sőt, hát ugye a német vegyészek, illetve fizikusok csináltak először láncreakciót, tehát eleve helyzeti előnyük lehetett, ugye a Hahn és Strassmann féle kutatások, tehát konkrétan ezek voltak azok, amelyek elindították az amerikai atombomba projektet úgy, hogy a Szilárd Leóék írtak egy levelet, ez nem szerepel a filmben, a Szilárd Leóék Einsteinnel aláírattak egy levelet, ez a Szilárd Einstein levél, ami Theodore Roosevelt, bocsánat, Frank, nem Theodore, nagy fontos Franklin különbség, Franklin Delano Roosevelt, az FDR-hoz jutotta, hogy hát ezt csinálják a nácik, és felhívták erre a figyelmet, hogy hát itt rohadt nagy baj lesz, és hogy ebből lehet bombát csinálni, és kéne. Úgyhogy igazából innen indult az egész atombomba projekt, ugye ez még a 30-as években történt. És hát a végén, 39-ben szerintem. És onnantól kezdve ez volt a valós félelem, hogy az a másik, ha nem mi csináljuk meg, akkor megcsinálják kik? A nácik. De az föl sem merült, hogy a japánok, vagy bárki más megcsinálnak. Nem, mert ugye a japánokra azért dobták le, hogy lezárják, mert most tartott volna még 5 évig össze-vissza a háború, vagy ők ezzel itt pontot tették a végére. Hát, hogy egyébként ez abszolút érthető is, mert én most olvastam a II. Világháború története című könyvben azt, hogy azt mondta az amerikai hadvezetés 1945-ben, akik nem tudtak az atombombáról, azt mondták, hogy 2 millió amerikai katonai áldozatot követelne, hogy Japánt legyőzzék. És az csak az amerikai. Tehát most, ha így nézed, hogyha hullahegyeket kell összemérni, már pedig egy tábornoknak és egy politikusnak azért sajnos igen gyakran az a dolga, hogy statisztikaként kezelje az emberi életet. Ugye mondják, hogy egy élet elvesztése tragédia, millió élet elvesztése statisztika. Ez rettenetes. De ott valójában azt kellett mérlegre tenniük, hogy most elhúzódó harcokban több millió ember hal meg, vagy lelövják ezt. És ahogy mondod, befejezik a háborút. De az a lényeg, amit mondani akarok, hogy az sosem merült föl, hogy a japánok esetleg csinálnának atombombát. És ezért onnantól kezdve, hogy a náci veszély úgymond megszűnt, szerintem érthető, hogy egy csomóan átkattantak, hogy most akkor lehet, hogy nekünk se kéne. Igen, csak ugye, hogyha, tehát oké, náci veszély megszűnt, és a japánok esélyük se lett volna így ennek neki menni, viszont hogyha megnézed, ugye a háború végén ugye Szovjetunió és USA szövetségesként nyerték meg ugye a háborút, viszont azért már akkor is azért látszódott, hogy azért tudták, hogy persze Szovjetunió, de azért nem lesz a barátunk, meg nem lesz a puszipajtásunk, és valamilyen szinten szerintem az is volt, hogy akkor nyomjunk oda egy atomot Japánra, azért lássák a szovjetek is, hogy nekünk igen. Ez van, és hogy erődemonstráció, hogy akkor eddig és nem tovább. Ez biztos, ez is biztos, hogy benne. De ezt ugye nem persze. Tudjuk, mert meg akkor se tudták, tehát amikor ugye 45-ben lehet, hogy nem így gondolkoztak, de ez a film nagyon sok párhuzamot hoz, ugye utána a szovjet ellenessége, meg a szovjet kémeket keresnek mindenhol, ugye, ahogy mondtad is. Valamilyen szinten szerintem ez is benne volt, de most már kicsit elmentünk ugye a tárgytól. Igen, igen, igen. Kanyarodjunk vissza, már itt már többször említettünk néhány magyar nevet, ami nagyban hozzájárult ugye a bomba elkészítéséhez, mind a fizikai elméleti háttér, mind a műszaki megoldások terén. Ugye most a filmben, jól emlékszem, 2 magyar említenek és jelenik is meg, azért ennél jóval több nevet ismerünk, akik nem szerepeltek a filmben, ugye ők, vagy rájuk úgy szokták őket hogy hívni, hogy a marslakók, ugye, sok közülük ugye elég erős akcentussal beszéltek kint Amerikában az angolt, és hát olyan furcsa zseninek és olyan furán beszélőnek írták le őket, úgyhogy ők voltak ott a marsakók, nyilvánvalóan Telerede, Sziledre, Nalmányás, Wigner Jenő többek között. Azért is kérdeztem a legelején, ugye, hogy mit gondoltok, miről szól a film, ugye a bombáról, vagy Oppenheimerről, mert ez alapján nyilván lehet érvelni mellett és ellene. Mi magyaroknak nyilván most nagy szívfájdalom, hogy ő miért maradt ki, de ezt is említettük, hogy egyrészt 3 órás a film, úgyhogy valahol érthető, hogyha még több karaktert behoznak, akkor az csak még jobban sűrítette volna, de hát nyilván szívesen láttunk volna még több magyar vonatkozást is. Én ebben annyira nem teljesen értek egyet, mert a filmnek konkrétan az atombombával létrehozásával kapcsolatos részei, azok ugye Los Alamosban játszódnak értelemszerűen. Na most tudni kell azért, hogy ez egy
ahogy ezt fel is rajzolja Oppenheimer a táblára nagyon érzékletesen, hogy a Los Alamos, ami amúgy a kedvenc helye, azt épp az alapján jelöltek ki, mert mindentől elhagyatott hely, de ráadásul úgy, hogy, hogy közlekedésileg végül is megközelíthető minden más olyan helyről, ahol fontos fejlesztések történtek. Ugye ezeknek az egyike az Oak Ridge, ahol az urándúsítás történt, és a másik nagyon fontos hely, ahol a plutónium bombához, vagyis a Nagasakira ledobott második bombához az üzemanyagot csinálták, ugye, mert a plutónium az úgy keletkezik, tehát ez a plutónium 239, ha jól emlékszem, radioaktív izotop, ez konkrétan uránnal működő atomreaktornak a hasadási melléktermékeként keletkezik. És ugye ezért... Kadmium rudakról kell lehúzgálni. Igen, igen. És ugye ezért hozták létre Wigner Jenőjék, tehát Wigner Jenő főmérnökségével, illetve Enrico Fermi volt a két atya ennek a projektnek, az ő vezetésükkel a Chicagóban levő atomreaktor. Ezt láthatjuk is a filmben, van egy rövid, egyetlen rövid egyszer látjuk a filmben. Uh-huh. Igen, pontosan. És ott hát látjuk akkor Fermit is, meg érdekes módon ott van Szilárd. Ott esetleg felbukkanhatott volna Wigner, mondjuk mondhatott volna egy mondatot, hogy jó napot kívánok, meg minden, de úgy kb. Ennyi, tehát őszintén szólva, ugye Neumann az néha lejárt matematikai tanácsokat adni, és akkor nagyon fontos volt, de ő nem volt a Los Alamosban dolgozó alapcsapat tagja, ugyanígy Wigner sem, tehát a Wigner az ott volt Chicagóban, ugye a Szilárd Leó az eleve össze-vissza rohangált mindenfelé, ő sem volt a Los Alamosban lakó alapcsapatnak a tagja. Úgyhogy olyan szempontból oké, hogy a Teller az viszont megjelenik, aki tényleg ott volt, és annak ellenére, hogy ahogy ezt a filmben is látjuk, hogy ő már akkor igazából elkezdett tök mással foglalkozni. Tehát lényegében, miközben a többiek fejlesztették az atombombát, ő már akkor ráállt a hidrogénbomba előtanulmányaira, tehát ilyen értelemben a Teller viszonylag arányaiban kevesebbet tett hozzá az atombombához, magához, hiszen ő már akkor is egy idő, az implózió számítások elvégzése után, ami a plutóniumbombához kellett, ő lényegében onnantól már előre dolgozott, ha úgy tetszik. És ezt meg is mutatja a film. Ehhez képest fő szarkavarónak jelenik meg a Teller, de hát ugye ez elsősorban attól lesz a Teller szerepe fontos, hogy később aztán milyen tanúvallomást tesz az Oppenheimerről. De valójában szerintem igaza van az Gézának, hogyha tényleg hogyan csináltuk az atombombát sztorit kellett volna elmesélni, akkor ahhoz képest alul vannak reprezentálva ezek a magyarok, főleg Szilárd, aki nélkül nem is lett volna bomba, hiszen ő íratta alá Einsteinnel az említett levelet, ami elindította az egészet, és Wigner, aki a főmérnöke volt az első atomreaktornak, illetve Neumann, akinek a számításai nélkül az implóziós bomba az nem jött volna létre. De hát valójában ők nem nagyon voltak ott. Hát na de érted, tehát egy átlagos ember, akit mondjuk érdekel a fizika, az mit tanul? Az azt tanulja, hogy ők voltak a csapatban. Most én persze oké, hogy te utána olvastál meg mindent, tudod, hogy ki lakott ki Los Alamosba, ki nem. Ennyire én mondjuk én nem néztem ennyire utána. Tehát én csak ezt tudtam, hogy ők voltak a teambe. Szívesen láttam volna őket, de való igaz. Tehát, hogyha Oppenheimerről szól, akkor... Tehát Szilárd megjelenik, sőt, ugye nem csak, hogy megjelenik, hanem konkrétan egy magyar színész játsza. Hauman Péter fia, Hauman Máté. Így van. Nem is rosszul, elég szilárdosan elmondja a dolgokat. Az, hogy nekünk olyan alapvetés itt Magyarországon, hogy azért az atombomba az gyakorlatilag egy magyar termék, meg minden, de hát azért itt egy nagy nemzetközi kollaborációról van szó, és nyilvánvaló, hogy hát mi a mi embereinket szeretjük kihangsúlyozni. Tehát ugyanúgy meg lehet említeni nagyon fontos embereket, akik alig tűnnek fel a filmben. Például Enrico Fermi. Ugye? Ehhez képest látjuk, hogy amerikaiak azért hazabeszélnek, mert hogy ott van viszont a lényegében a második vonalban dolgozó, mert akkor még nagyon fiatal Richard Feynman, akit persze nem szólítanak nevén, csak minden jelenetben látjuk, hogy játszik a bongó dobján, meg minden. Van egy ilyen fiatal fizikus, aki mindig bongózik. Ez ugye teljesen egyértelmű utalás Richard Feynmanra, aki később Nobel-díjas fizikus lesz, meg a kvantum elektrodinamika egyik megalkotója. De hát ugye ott igazából számításokat végzett ő egy korabeli számítógéppel, meg gyerekcsapattal, ugye ilyen lyukkártyás számítógépekkel kell megbeszélni, kell ilyenkor gondolni ilyen lyukkártyás cuccokra. Szóval, hogy igazából ő nem volt ott a fő project managerek egyike, mégis lépten nyomon látjuk a filmben, ahogy dobol.
Tehát cseten Lukás Zsolt írta nekünk, hogy mintha Nolan egy művészfilmet szeretett volna készíteni. Igen, ezek is megjelennek benne. Full egyetértek. Teljes mértékben. Igen. Más is bátorítunk, nyugodtan szóljatok hozzá az élő adáshoz, és hogyha olyan esetleg kérdésetek is van, akkor ezt megpróbálunk rá válaszolni. Azzal szeretném folytatni, hogy itt Miki már több ízben is említettük Enrico Fermit is, ugye ezt a kis rövid jelenetet az első teszt atomreaktor kapcsán. Mert sokat beszéltünk magára a bombáról is, meg magára az atomreaktor is, és ugye az elve, az mind a kettőnek ugyanazon alapszik, de mi a lényeges különbség, hogyha egy atombomba, meg egy atomreaktorról beszélünk? Nem nagyon a fizikai mélységekre akarok én rámenni, hanem olyan módon meséld el, amit én is meg tudok érteni. Akkor ezt én elmeséltem? Hát igen. Oké, szóval az az alapvető különbség, hogy amíg egy atombombánál ott hagyjuk, hogy a láncreakció elszaladjon, addig ugye az atomreaktornál ott szabályozzuk. Hogyha szabályozzuk, akkor pont annyi energiát tudunk felszabadítani mindig, ami megfelelően főzi nekünk a vizet, amiből gőz lesz, és ezt rá tudjuk vinni egy turbinára, ami utána forgó mágneses mező miatt elektromos áramot generál nekünk. De egésznek az alapja az, hogy van egy kritikus tömeg, amit el kell érni az uránnak, vagy bármilyen radioaktív izotópnak, hogy meginduljon ez a spontán magasodás. Az atomreaktor, ugye ebből is több van, mert erről is beszélnek ott, hogy van a nehézvizes, meg nem nehézvizes dolog, ugye a nehézvizes, Kanadában vannak ilyen nehézvizes reaktorok, aminél konkrétan nem kell moderátor, de ami itt Európában volt, ezek a sima nyomott vizes, azért nyomott vizesnek hívják, mert ugye ott nyomás alatt van a víz, primer körben, és ez azt jelenti, hogy például Pakson olyan 130 fokos azt hiszem a víz, ami ott van bent a primer körben, és ugye fűt egy szekundárköri hőcserélőt, és akkor utána azzal fejlesztenek gőzt ugye a vízből, ezáltal is izolálják a belső vizet, a radioaktív vizet a külvilágtól. Ami például Csernobilban volt, ugye ott arról is beszélnek, hogy ez a grafit, mint moderátor, azt is arra használták, hogy ez mellette volt, tehát az uránrodak mellett van a grafit, az is arra szolgál, hogy hát mint a nevében is benne van, moderáljon, tehát nem engedi, hogy elszaladjon a láncreakció. És ugye ez úgy működik a gyakorlatban, ha néztek egy nézetet, hogyha mondjuk egy keresztmetszetet nézünk, egy nézet keresztmetszet, abban van mondjuk x-x rúd, plusz közöttük ugyanannyi, vagy attól kevesebb kadmium rúd. Föltöltik uránnal, de benne van a kadmium rúd, és elkezdik felhúzni a kadmium rúdakat, megindul ugye a láncreakció, ilyenkor van az a Cserenkov sugárzás, amiről egyszer már beszéltünk a Mikivel, ami egy ilyen kékszínű sugárzás. Ezáltal elindul a láncreakció, elkezd melegedni a víz, ezt keringetni kell a reaktortérben, és akkor hogyha túl menne, tehát túl szaladna a reakció, ugye ami Csernobilban is volt, hogy ugye nem bírták visszaengedni a kadmium rúdakat, de most abban nem akarok bemenni, akkor egy kicsit vissza kell engedni. És akkor ezzel így játszunk, így termeljük az áramot magyarul. De egy atombombánál, és amúgy most visszatérnék a filmre, tehát én ezt annó erre mentem rá, meg én erről olvastam, hogy mik voltak ugye a lehetséges atombomba mechanikai megoldások, ugye, mert a kritikus tömeg az azt hiszem 20 cm átmérő, tehát egy focilabda átmérőjű urángömböt csinálsz, akkor az már spontán maghasad, tehát ezt már nem csinálod meg, mert akkor fölrobbansz. Los Alamosban például próbálkoztak ezzel is, és azt nem tudom pontosan, hogy ki volt ez a fizikus, de ugye van egy ember, aki megmentette úgymond ezt a Manhattan projektet, mert ugye akkor azzal szórakoztak, hogy kettő urángömböt közelítettek egymáshoz, és hogyha megszaladt a reakció, akkor széthúzták. Tehát ezzel is próbálkoztak először, és ez is egy fiatal fizikus volt, aki az életével mentette meg az egészet, mert hogy ez a mozgató mechanizmus elromlott, és elkezdte közelíteni jobban egymáshoz, és már nagyon megindult a ráncreakció, és ő bement konkrétan ebbe a védett térbe, és a kezével lelökte az egyiket, és ezáltal ő ott a helyszínen sugárzásban, vagy hát egy héten belül elhunyt, viszont ezzel megmentette a projektet, mert hogyha azok ott összeérnek, akkor ott, ami van, az fölrobban, és nem tudták volna kifejleszteni az egészet. Aztán például láttam ilyeneket, hogy próbálkoztak azzal is, ugye, hogy a gömbnek mondjuk csak a belsőbe rakni egy darabot, vagy ugye négy, nem négy, hanem 8 steradián darabot így összeérinteni, és akkor úgy legyen bomba. És akkor végül ugye amellett döntöttek, amihez például, nem például, hanem amihez ugye Neumann János tervezte meg ez az implúziós programozható bombát, ami ugye egy nagyobb átmérőjű gömböt kisebb átmérőjűvé
zsugorított össze, és ezzel elindult a ráncreakció, és akkor így keletkezett ugye ez a robbanás, amit láthatunk is a filmben. Korrekten elmondtam, Miki, vagy valamit hozzátenni, biztos hozzá tudsz tenni. Igen, annyit tennék hozzá, hogy ugye minden tök jó, csak annyit, hogy egyrészt ugye azt fontos hangsúlyozni, nehogy megijedjenek a hallgatók, hogy az atomerőművek nem csak azért nem válnak atombombákká, mert hogy tologatjuk a kadmium rudakat, vagy a grafit rudakat, vagy ilyesmit, hanem egészen egyszerűen azért is, mert azért sem tudnak atombombává válni, mint hogy Csernobilban sem az történt amúgy, hogy egy nukleáris robbanás jött létre, hanem egy gőzrobbanás jött létre, ami aztán persze sok sugárzóanyagot szétspriccelt, de az nem volt egy atomrobbanás, egy nukleáris robbanás, és ennek egyszerűen az az oka, hogy az az atomerőművekben használt urán az egyáltalán nem olyan tiszta, tehát nem olyan dúsított, nem olyan mértékben dúsított, mint ami az atombombához kell. Tehát az atombombához pontosan, ahogy mondod, olyan tisztaságú uránt kellett dúsítani, illetve plutóniumot, hogy elég egymás mellé tenni két fél kritikus tömegnyi darabot, és akkor magától tulajdonképpen létrejön a robbanás. Na most az atomerőműnél erről szó sincs, tehát ott egyszerűen pont azért, mert nem tiszta az anyag, ezért a szétrepülő neutronok, azok más anyagok, más nem radioaktív, vagy nem olyan módon tovább hasadó anyagok részint elkapják, emiatt aztán nem tud olyan mértékben megszaladni a láncreakció, hogy az egy nukleáris robbanássá váljon. Úgyhogy ezt szerintem fontos hozzátenni, hogy pontosan ez volt a Tennessee-ben, az Oak Ridge National Laboratory-ban a feladat, hogy óriási centrifugákkal egyébként olyan módon dúsítsák az uránt, hogy a tényleg azt a tisztaságot elérjék, ami már képes erre, amit mondasz. A másik dolog meg, hogy igazából az implózió, amit mondasz, az nagyon érdekes, de az a második bomba működéséhez kell, és ezt érdemes hozzátenni, hogy igazából a Los Alamosban nem, azt mondjuk, hogy az atombomba, de hát Los Alamosban párhuzamosan kétféle bombát fejlesztettek, ugye hármat robbantottak föl, hát az egyiket a Trinity kísérleti robbantásban, a másodikat Hiroshima-ban, és a harmadikat Nagasaki-ra dobták le. Ez kétféle különböző típusú bomba volt. Ugye az első, a második, tehát a Hiroshima-ra ledobott, az a Little Boy Design, az konkrétan egy uránbomba volt. Ott egészen egyszerűen ágyúszerű cuccokkal egymásnak lőtték a két kritikus tömegnél kevesebb tömegű darabot, és azokat egyszerűen, ez egy hosszúkás bomba volt egyébként, a Little Boy. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ágyúval lőtték egymásnak a két darabot, és ez tulajdonképpen egyszerűbb volt kivitelezni. A nagyobb probléma az a plutónium bombával volt, és ott jött be a Neumannak a számítása, amit emlegettél, ugyanis a plutónium bomba, amihez az emlegetett Wigner-féle nukleáris reaktor termelte meg ugye melléktermékként a plutóniumot, ugye ott a 239-es plutónium izotóp úgymond a nyerő a robbanás szempontjából, de kiderült, hogy túl sok benne a 240-es is, tehát nem annyira tiszta az a plutónium, hogy önmagában meg lehessen ezt csinálni, és azt, amit az uránbombával, a két egybelövéssel, ami a thin man design, vagyis sovány ember. És akkor itt jött be a Neumannak a zseniális ötlete, az implózió, az pedig ugye arról van szó, hogy tényleg egy befelé robbantás, ami hát egyáltalán nem triviális matematikailag kivitelezni, hiszen amikor robbantunk valamit, annak kifele mennek a frontjai, hogy lehet csinálni egy olyan robbantást, ami tényleg egy gömbfelület mentén több helyről egyszerre indít azt mondjuk egy kémiai robbantást, de hogy úgy, hogy az mind egyszerre érjen egy ezred másodpercre pont, sőt, még annál is sokkal pontosabban, egy időpontban érjenek ezek a lökésfrontok egybe, hogy össze tudják nyomni. Ez volt egy nagy kihívás, ezt a Neumann megcsinálta, kiszámolta, és enélkül a Nagasaki-ra ledobott plutónium bomba, ez nem működött volna. Illetve hát a Trinity-nél is azt robbantották egyébként. Érdekes, hogy a Trinity-nél, ha jól tudom, tehát a kísérleti robbanásban akkor nem a Hiroshima típusú, hanem a Nagasaki típusú bombát tesztelték. És ebbe tényleg nagyon fontos volt a Neumann, de a Neumann nélkül is lett volna a Hiroshima típusú bomba. Érdekes, hogy a Hiroshima típusú bombát egyáltalán nem látjuk a filmben egyébként. Tehát ez marha jól néz ki, ahogy ott az implózióhoz szerelik össze ezeket a focilabdaszerű kis gömbcikkeket, meg ilyesmi, de az ugye a plutónium bombához, tehát a Fat Man dagadt férfi
design. Igen, csak például ezek nem jönnek be le a filmen, tehát azért jó lett volna ezt egy minimálisan azért szerintem így az átlag nézőnek is bemutatni. Még csak egy mondat, bocsánat, az atomreaktorhoz, tehát ugye igen, igaza van amikinek, hogy egyrészt ez nem tudna olyan szinten elmenni, megszaladni, mint egy atomoma láncreakció, és ugye azért van az egész vízben, mert ugye a víz az egy olyan anyag, ami nagyon-nagyon jól, a sugárzás nagyon-nagyon jól elnyeli. A másik ilyen az a beton, és ugye a primer köre az atomreaktoroknak az ilyen 2 méter vastag beton szarkofág alatt szokott lenni, úgyhogy vaslapokkal van a belső is, meg a külső is egyébként borítva. Még egy olyan kérdésem van, srácok, itt a normál műsorunk vége előtt, amit Miki már említettél, és ez nekem nagyon, nagyon felkeltett az érdeklődésemet már magában a filmben is, ugye ez az atmoszférikus láncreakció. És néztem Nolannál egy interjút, és még mielőtt elkezdte volna a forgatókönyvet fejleszteni, neki is ez volt talán az első ilyen hook, ami úgy berántotta a történetbe, ennek a története, meg hát ugye ennek a lehetséges kimenetele, hogy volt egy olyan pont, ahol nem tudták teljes mértékben kizárni, hogy ez nem fog megbetörténni, de pontosan mit is kell elképzelni az atmoszférikus láncreakció alatt? Hát az, hogy a Géza által emlegetett láncreakció, ami ugye abból áll, hogy ugye attól lesz láncreakció, hogy bomlik egy anyag, és kirepül belőle egynél több neutron, mondjuk 2, és akkor az a 2 neutron eltalál egy másik atommagot, ami szintén 2 hasad, és ha abból megint kirepül 2-nél több neutron, akkor vagy 2, de vagy annál több, akkor itt ugye hatványozó. Ugye ez a láncreakció, hogy ez itt nagyon gyorsan megszalad, ilyen exponenciális ütemben, ugye minden kétszereződik mondjuk, és hát akkor hirtelen véges idő alatt iszonyatos mennyiségű energia szabadul föl. Az, hogy az atombombában ezt meg lehet csinálni az uránmagokkal akár úgymond szobahőmérsékleten is, csak idézőjelben annyi a feladat, hogy 2 uránfél gömböt egymáshoz passzintasz, és hogyha azok elég nagyok, akkor zsupsz, itt a szobában is tudunk robbantani atomot. De szerencsére ugye például a légkör részecskeivel ez nem igazán történik meg, mert igazából a hőmérséklet és nyomás viszonyok nem olyanok. Tehát spontán láncreakció nem fog létrejönni ilyen anyagokkal, mint amik a légkört alkotják. Viszont, ugye felmerül a kérdés, hogy ha viszont ott felrobban egy atombomba, és olyan iszonyatos hőmérséklet keletkezik, ami lényegében ugye szétszedi ezeket a légkörnek is a részecskéit is, ugye nyilván, tehát elképzelhetetlen hőmérséklet szabadul föl, meg olyan nyomás, meg mindenféle, akkor fölmerül a kérdés, hogy nem hozhatók-e maguk ezek az amúgy teljesen ártalmatlan atomok is olyan állapotban, hogy egy olyan láncreakció indul be, ami úgymond belobbantja az egész légkört, ez az egyik. De ez fúziós reakció lenne már, nem? Hát én felteszem, hogy igen, de a másik része a dolognak az egy szimpla áramlástani kérdés, ami egyszerűen annyi, hogyha létrehozol, és ezt a részét jobban értem, hogy miért jött ki végül az, hogy nem kellett tartani. Az egyszerűen annyi, hogyha létrehozol egy ilyen irdatlan nagy lökéshullámot, akkor azt ugye mi állítja meg. És akkor erre egyébként szerintem az a válasz, ami nem hangzik el a filmben, hogy az, hogy a légkör sekély. Tehát az, hogy a légkör a vízszintes irányban teljesen más ütemben tud terjedni egy front, mint a függőleges irányban, mert a troposzféra az mondjuk 10 km vastag, viszont a vízszintes irányban meg több ezer kilométer tudunk menni, mert hát a Föld az nagy, tehát tényleg nagyon vékony, és egy vékony rétegben teljesen máshogy terjed, például egy lökés hullámfront, mint egy olyan közegben, ami mind a három irányban ugye ugyanolyan. És szerintem az, hogy nem fújja el az egész légkört egy ilyen robbanás, az nagy mértékben köszönhető annak, hogy a Föld légköre ilyen. Tehát úgymond lapos. És szerintem ezt ha tudták volna, ezt ha rendesen végig gondolta volna a Teller, akkor szerintem már neki is kijött volna, hogy nem kell ettől félni. De ezt így nem vette figyelembe az ilyen pici számításán, ami ilyen boríték hátuljára ráférő kis számítás, úgyhogy megkongatta a vészharangot. Amin aztán tényleg sokat agyaltak, és tényleg senki nem tudott 100%-os bizonyosságot mondani, és erre mondta Nolan, hogy ez hátborzongató,
hogyha csak akár egy 1000% esély is van arra, hogy megszűnik az egész élet a Földön, mert elfújjuk a légkört, akkor egyáltalán belevágjunk egy ilyenbe, vagy sem. Szerintem Teller csak trollkodott, és ő tudta ezt, csak így bedobta. Lehet. Közösbe. Lehet, de hát ahhoz képest elég sok ember elkezdett ezen komolyan pörögni. Úgyhogy... Viszont én még csak annyit, csak hogyha már a filmből ezt nem tudtuk meg, tehát ugye ez a Trinity projekt, ami 1945. július 16-án történt, ez a robbanás, csak egy pár számot hagy mondjak erről, mert szerintem ez érdekelhet pár emberkét. Tehát ez 20 kilotonna TNT-vel egyenértékű volt, egy 76 méter átmérőjű krátert hagyott maga után, ami tele lett ilyen trinititekkel, amik ilyen nagy hőmérséklet hatására megolvadt ilyen radioaktív üvegdarabok, amiknek ilyen jellegzetes zöldes színük volt, és ugye ezt 1953-ban nagy részt beforgatták oda a talajba, viszont még ugye most már látogatható ez a terület, és 2018-ban is találtak még ilyen Trinity darabokat. Még csak egy pár szám, hogy a lökés hullámot 160 km-en arrébb is érezni lehetett, és ez a gombafelhő 12,1 km magas volt. Hát nem semmi, az biztos, hogyha esetleg áramlástani kísérleteket szeretnétek látni, amiről az imént Miki is beszélt egy pár szót, akkor ajánlom a Parallaxis Labor második évadának a részeit szíves figyelmetekbe. Most is jönnek ki folyamatosan a részek, még van pár kísérletünk hátra, úgyhogy akit érdekel az ilyen jellegű kísérletbemutató, azokat a Parallaxis Labor felé vegyék az irányt. A műsorunk sajnos a végéhez ért, ám jó hír a támogatóink számára, hogy szemukra beszélgetés folytatódik, hiszen tudjátok, a hosszabb jobb. Aki pedig szintén szeretné a Parallaxis Podcast lényegesen hosszabb, különleges változatát hallgatni, annak nincs más dolga, mint hogy előfizessen a patreon.com/parallaxis oldalon keresztül. Következő alkalom, mert különleges élőadással készülünk. A legtudománytalanabb filmes bakik lesz a témánk, amit október 30-án hétfőn élőben a YouTube-on mindenki élőben fog tudni nézni, de természetesen a videó elérhető marad. Hagyományos Parallaxis epizóddal pedig legközelebb november 9-én fogunk jelentkezni. A Nobel és Ig Nobel díjakkal fogunk foglalkozni, aminek most idén hát duplán is magyar érdekeltsége is van. De hogy mik azok, majd kiderülnek. Pécsi Géza, Vince Miklós és valamennyi munkatársa nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy biztos, mi a következő Tudományos Fantasztikus Podcastben is itt leszünk. Reméljük, hogy ti is velünk tartotok. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.